Ne gondolkodjon, jöjjön. Csak csináld. Ez lett úgyis ennek a modulnak a mottoja. Ezt így kár átgondolni, mert na, ez tipikusan az a kérdés, amit aztán úgy kigondolva nem tud eldönteni az ember, hogy eljön-e vagy nem. Hát el kell jönni egy blackboxra, és megnézni, hogy neki való-e, és aztán itt maradni, ha igen. Ne gondolkodjon, jöjjön, elpróbálja ki. Aki gondolkozik azon, hogy jöjjön, annak azt mondanám, hogy ne habozzon tovább. Jöjjön és próbálja ki, mert csak itt fogja megtapasztalni. Hát, hogy ne gondolkodjon, csak jöjjön. A feltételek meg megteremtődnek, akármilyen feltétele gondol, hogy az most akadályozza, meg fog teremtődni annak a lehetőség, hogy csak vágjon bele és csinálja. Ez olyan hely itt a Sanyinál, hogy mint egy külön bolygóra kerülnél, egy más világba csöppennél, és meg kell nézni, hogy milyen egy más világba élni. Nem a megszokottban. Ne gondolkodjon, jöjjön el, nézze meg, próbálja ki, és utána gondolkodjon. Míg nem nézte meg, addig csak fikciókat kerget a fejében. Legalább egy 3 napos szeminárium, és utána nem fog gondolkodni. Vagy hajrá! Ne gondolkodj sokat! Azonnal. Ja. Jöjjön nyugodtan. Ne féljön. Mert én is visszakoztam meg, hogy ne kételkedjen benne, mert vannak a gyakorlatok, és például én is néztem, hogy ez biztos megvan idézve. De az még régen volt, mert én már régen is volt, néztem, úgy, hogy anyáéktól láttam, és működik. Azt nem tudom, hogy, de működik. Hát, hogy mindenképp jöjjön. Ne gondolkodjon, cselekedjen, mert az élete múlik rajta. Bizony nem is kell gondolkodni. Jönni kell, próbálni csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy próbálja ki egyszer egy blackbox-tal, nézze meg, hogy mi ez, maradjon 3 napot, aztán akkor utána tud maradni továbbra is. Vágjon bele. Úgyis meglátja, hogy felfordul az egész élete, de pozitív irányba. Nagyon megéri a belefektetett energia. Minden perce, minden órája, minden forintja megéri annak, amit az ember belefektet önmagába ezen a rendszeren keresztül. Nem gondolom azt, hogy bárki lenne a Magyarországon, akin ez nem segítene. Ne gondolkodjon, csak csinálja. Mindenképpen vágjon bele. Ne gondolkozzon, nézzen bele, próbálja ki, és úgyis tetszeni fog. Az első lépést tegye meg. Utána többi megy magától. Legyen bátor. Csak az a veszteni való, ha nem kezdi át. Ne gondolkodjon, jöjjön. Azt, amivel engem Sanyi biztatott korábban. Jöjjön. Ne gondolkodjon, hanem jöjjön. Mert az életben nem mindent lehet minden időpillanatban megtenni. El kell kezdeni, csinálni kell, csak hogy csinálni szól, nem mindig hangzik jól. Hogyha azt akarjuk, hogy sikerüljön valami, akkor minimum, hogy el kell kezdeni és csinálni kell. Cselekedjen. Minél tovább húzza, annál később jut ide. Ilyen jellegű tanítás máshol nem fog találni. Nem szabad gondolkodni. El kell jönni, ki kell próbálni. Csak csinálni.